Újabb pályázati forrás nyert a Beregi térség. Az emberi erőforrás fejlesztési operatív programban nyert összeg nem csak a társadalmi felzárkózás segíti majd a térségben, hanem a kisebb-nagyobb helyi közösségek kapcsolatépítését is célul tűzte ki. Ez egy 3 éves projekt, ami 50 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. A projekt az 3 év időtartalmat, különböző klubfoglalkozásokat, közösségi programokat, gyermek, ifjúsági, felnőtt, sport és kulturális programokat takar. Itt első cél és a legfontosabb cél az, hogy egy aktív közösséget építsünk, tehát itt számítunk a vásárosnaményi és környékbeli embereknek az igényére, érdeklődésére és szervező képességére. Ez segíti majd a közösségek, vagy akár a települések közötti hatékony kommunikációt is. Az egyik legfontosabb erőforrás, amit mindenképpen fejleszteni szükséges, nem csak itt a vásárosnaményi Beregi térségben, hanem úgy gondolom, hogy mindenhol, az a humán erőforrás, és pontosan ez a projekt is ezt célozza meg. Ráadásul úgy, hogy olyan közösségi programok, olyan közösségi rendezvények keretein belül, amellyel pontosan azt a kovászt lehet erősíteni, amely egy-egy települést, egy-egy kisebb közösséget összetart. A szociális segítségnyújtás a közösségek között kiemelten fontos, hiszen a térségnek vannak olyan részei, ahol még mindig súlyos problémát jelent a társadalmi kirekesztettség, a hátrányos megkülönböztetés és az előítéletesség. Volt olyan időszak, amikor a közösségek szétrombolása volt az adott politikai kurzusnak a fő célja. Én nagyon örülök annak, hogy az EFOP-os pályázatok keretében az én választókerületemben több közösség is nyert. Ugye, hogyha közösségépítés, akkor automatikusan eszünkbe jut az egyháznak a szerepe. Napjainkban nekik egyre nagyobb szerepük van az összefogás és a társadalmi kohézió erősítésében. A közösség az nagyon fontos, hogy megtartsa az embereket, és nekünk olyan közösségünk van, én úgy érzem, aki nyitott mindenki felé a városban. És ezért van az, hogy egymásra találtunk konzorciumi partnerségben a Fix-el, hogy harmonikus együttműködés van az önkormányzattal, a többi felekezettel, és hát a városnak egy részét mi lefedjük, de szeretnénk ezzel a pályázattal nyitni nagyon sok ember felé. A projekt részleteit és a programokat folyamatosan hozzák majd nyilvánosságra a szervezők. A rendezvényekre mindenkit várnak, aki részt venne a közösségépítésben.